Idén első ízben tartottak bűnmegelőzési foglalkozást az időseknek a Senior Program Központban, amelyen dr. Hoffmann Tamás polgármester, valamint dr. Kohári Péter alezredes, Újbuda rendőrkapitánya és kollégái fogadták a téma iránt érdeklődőket. A közbiztonság, ami mindenkit foglalkoztat, kicsit nagyot, idősebbet, fiatal, hiszen nem mindegy, hogy milyen környezetben, milyen közegben élünk, milyen kerületben. Ugye egy nagyváros részeként nagyon sok olyan probléma felmerül, ami abból adódik, hogy nem ismeri a, esetleg a szomszédja a saját házában élő másikat. Nagyon sok mindenki megfordul, egy nagyvárosból óriási nyüzsgés. Polgármesterünk elmondta, hogy a kerületi rendőrkapitánnyal már megkezdtek egy fórumsorozatot, különböző városrészekbe látogatnak el, és az ott élők figyelmét szeretnék felhívni azokra a veszélyekre, amelyeknek minden lakos ki van téve, és segíteni szeretnének a hatékony bűnmegelőzésben. A Bölcső utcában most kezdődő fórum kifejezetten az időseket tájékoztatja, és az ő kérdéseikre válaszolnak a rendőrei, hiszen az idősek tekintetük a gyermekek mellett az egyik legveszélyeztetettebb korosztálynak. Látom, azt érzem az elmúlt években, amióta kapitány és a kerületben szolgál, hogy nagyon odafigyel az olyan típus ügyekre is, ami kisebb súlyok, de igazából bosszantok, tehát nyilván a nagy komolyabb bűn eseteknek a kivizsgálása is példás, és az elfogási arány is ilyen szempontból példás, de kisebb súlyú ügyekre is odafigyelnek sokkal jobban, és ez nagyon fontos, hiszen ez a biztonságérzetet növeli. Nekünk meg az a fontos, hogy a kapitányság létszáma az nyilván minél jobban közelítse a teljes létszámot. Ahhoz igyekszünk megtenni azokat a szükséges feladatokat, hogy a Újbudán szolgáló rendőr is tényleg otthonának érezze Újbudát, és ezáltal jobban kötődjön, jobban ismeri a környezetét, azt, ahol lakik, él, vagy szolgálatot teljesít. Egy nagy feladatunk van, ami inkább az önkormányzat feladata, de tekintettel arra, hogy minden mindennel összefügg. Ugye nekünk van egy közterület felügyeletünk, akivel az együttműködés az a kapitánysággal jó. A polgárőrséget kell még olyan módon jobban megszervezni, hogy ez tényleg egy hatékony, ütőképes csapat legyen, ami nagyon sok esetben segíthet, és egy ilyen harmadik lábként tud üzemelni. Pontosan azért, hogy egyáltalán a megelőzésben még jobb mutatókat érhessünk el. A 60 plusz közbiztonsági fórum célja az, hogy a kerületben élő időseknek ne kelljen indokolatlanul félni hétköznapjaikban, hanem körültekintően kellő elővigyázatossággal ismerjék fel az esetleg rájuk vagy lakótársukra leselkedő veszélyeket. Tudják pontosan, hogy miként és hogyan hárítsák el azt, és ha mégis sértetté áldozattá válnak, tudják, hogy hogyan kell cselekedniük. A 60 év fölötti korosztály fokozottabb veszélynek van kitéve a bűncselekmények vonatkozásában. Sajnálatos módon a bűnelkövetők kimondottan ezt a korcsoportot igyekeznek megcélozni egyre erőteljesebben, és a legrafináltabb módon kívánják mindenféle bűncselekményekbe behúzni őket, és különböző módon a javaikat megszerezni. Ezért is fontos, én úgy gondolom, minden ilyen alkalom lehetőség, amit meg tudunk ragadni annak érdekében, hogy azokat az információkat, amik ahhoz szükségesek, hogy ezek az áldozattá váló események ne következzenek be, illetve megfelelőképpen meg tudjuk előzni őket, a rendőrség igyekezzen mindig megragadni, és lehetőség szerint minél szélesebb körben ezeket a pontokat felvázolni önök előtt. Az az alapelvem, hogyha azok az információk, amiket igyekszünk minél szélesebb körben eljutatni, főleg a 60 fölötti korosztálynak, akár egyetlen egy embernél is megelőzi azt, hogy bűncselekmény sértetje vagy áldozata legyen, akkor ez az eredmény, vagy ez lenne a fő eredménye egyébként ennek. Úgyhogy én úgy érzem, főleg a elhangzott gondolatokból és kérdésekből is, hogyha csak a picit a kétkedés csirályt el tudjuk ültetni ezeknek az embereknek a fejében, hogy óvatosabbak legyenek az időskorok a kerületünkben, ne feltétlenül legyenek annyira megbízóak azokkal az emberekkel szemben, akik érintőben először találkoztak, akkor úgy gondolom, hogy sikert értünk el. Zseblopással gyakorlatilag elég sűrűn találkozunk, ami gyakorlatilag már ugye a nevében is benne van, tehát vagy ugye a táskámból, vagy pedig a zsebünkből tűnnek el ugye az értékeink. Hát hogyan lehetne ezt megelőzni? Nagyon fontos, hogy a külső zsebekbe soha ne tartsunk értékeket. Tehát gyakorlatilag a kulcsok, az okmányok, a pénz, ami mindennapos használatra kerül, gyakorlatilag ezeket mindig rejtett helyekre, tehát belső zsebbe,
zárható belső zsebe. Ha elmegyünk piacra vásárolni, akkor semmiképpen ne rakjuk a szatyor vagy a kosár tetejére. Azon kívül ugye vannak ezek a könnyebb kiskocsik, amiket használnak azért vásárláskor az emberek. Annak szintén a tetejére ugye sokszor rárakják, be van ugye az zárva, de hát amikor húzzuk magunkat, nem látjuk, hogy most ki nyúl bele vagy ki nem. Nagyon sok esetben előfordul az ugye, amikor mobiltelefont, vagy pedig mondjuk ékszert esetleg elvisznek. Ékszert, azt mindenképpen vagy eltakarva, vagy pedig hát, hogyha nagyon nem muszáj, akkor azért azt nyilvánosan ne hordjunk olyan feltűnő aranyékszereket, amik gyakorlatilag késztetik szinte ugye az elkövetőket, szinte hívogatják, vagy látják, hogyha valami szép értékes ékszert látnak, akkor arra már gyakorlatilag rá is vetik magukat idézőjelben. Ami nagyon-nagyon fontos, ha már olyan szituációba kerültünk, hogy rablás áldozatává válunk, tehát ugye ami fenyegetés útján, vagy pedig hát már bántalmazás útján követik el, akkor nagyon fontos, hogy ne lépjünk fel mi is támadólag, ne akarjunk harcolni, hiszen ami tényleg nagyon-nagyon fontos, az egészségünk, az életünk a legfontosabb, az gyakorlatilag valószínűleg ki fogják használni, hogy mi esetleg gyengébbek vagyunk, vagy mondjuk lassabban reagálunk dolgokra, több mint valószínű, hogy az elkövető ugye ezeket kihasználva fogja elkövetni a bűncselekményt. Tehát ami nagyon fontos kiemelten, hogy biztonságban tudjuk a saját értékeinket, ékszereinket, illetve ne harcoljunk gyakorlatilag az elkövetők ellen. Nagyon fontos a bűnmegelőzés, amilyen előadást ugye most tartottunk, illetve ha már áldozattá váltunk, akkor gyakorlatilag hova fordulhatunk segítségért. A kormányhivatal által működtetett áldozatsegítő osztály foglalkozik az áldozatok, a sértettek megsegítésével. Ez lehet jogi, pszichikai segítségnyújtás, illetve anyagi, illetve hát okmányok elkészítéséhez való segítségnyújtás is. Mennyire eredményesek ezek a segítségnyújtások a tapasztalataik alapján? Eredményesek nagyon. Egyre többször próbáljuk egyre több helyen hangoztatni és felhívni a figyelmet, hogy van ilyen lehetőség. Sokan nem mennek kimenni az utcára. Őket hogyan biztatnánk arra, hogy mégis merjenek normális életet élni és kerüljék el a bűncselekményeket? Mindenképpen próbáljuk a rendőrségben való bizalmat megerősíteni bennük, és pontosan ilyen előadásokkal felhívni a figyelmet arra, hogy hogyan lehetne megelőzni azt, hogy sértetté váljanak, illetve a bizalmat a rendőrség felé. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt megerősítsük bennük. Természetesen nem vagyunk varázslók, tehát azért ugye a kollégák sem varázslók, viszont mindent megtesznek annak érdekében, hogy felderítsék a bűneseteket. Mindent megtesznek azért, hogy az elkövetőket elkapják. Gyakorlatilag a statisztikákkal tudjuk ezt alátámasztani. Melyik azok a legtipikusabb bűncselekmények, amelyekkel főleg az idősebb korosztály találkozik, amelyeket ugye az ő sérelmükre követnek el? Ezt inkább kettő részre bontanám, az utcai, illetőleg a magánlakásban történő bűncselekményekre. Az utcai bűncselekmények tekintetében a zseblopások, illetőleg az úgynevezett ilyen nyakláckitépéses bűncselekmények a legjellemzőbbek. Amikor követik esetleg az áldozatot, megvárják, amíg egyedül lesz, vagy éppen belép a lépcsőházba, és akkor próbálják meg az értékeit eltulajdonítani. A másik, amikor pedig a magánlakásban úgy nyernek bebocsátást, hogy hivatkozással akár arra, hogy rendőrök, akár arra, hogy valamelyik közműszolgáltatótól jöttek vízórától leolvasni, gázórát leolvasni, úgy jobban felütötte a fejét az is, hogy családi hozzátartozó vagyok, akit már régen látott, és pénzre van szükségem, és így próbálják meg az értékeket eltulajdonítani. Ez a kettő, ami a legjellemzőbb. Budapesthez viszonyítva a 11. kerület az mennyire tekinthető biztonságosnak? Megítélésem szerint, illetőleg ismereteim szerint a 11. kerületben, tehát itt Újbudán mind a rendőrök létszáma, mind a szakmai felkészültségük az élmezőnybe tartozik. Területileg ugye elég nagy területről beszélünk, illetve elég sok személyről, akit úgymond felügyelni kell. Ezzel arányban a rendőrségnek a létszáma én szerintem megfelelő, de ezt még bővíteni kell. Erre vannak már célkitűzések, hogyan, miként és milyen módon. Nagyon jó a felderítettségünk. Én egyértelműen kimerem jelenteni, hogy az élmezőnybe tartozunk mind statisztikai tekintetben, mind pedig élhetőség tekintetében.
itt az idősebb hölgyek hiányolták a járőröknek a létszámát az utcákról. Budapest más kerületéhez viszonyítva ugyanannyi, sokkal több vagy kevesebb járőrünk van. Tervezik-e a bővítést? A bővítés igen tervezve van. Ez a felszerelőknek a létszámától függ. Most azzal kapcsolatosan, hogy keveslik a rendőrnek a munkája igazából akkor jó, ha nem látják. Mert az azt jelenti, hogy dolgozik, de megnyugtathatom a hallgatókat, illetőleg az idősebb korosztály képviselőit is, hogy vannak rendőrök, végzik a dolgukat nagyon keményen, igen áldozatosan, valóban sokszor nem látni őket, de ez általában azért van, mert akkor éppen intézkednek. A Fehérvári úton kint Albertfalván letéptek egy aranyláncot, és ugyanez a hölgy a barátnőjével, tehát ketten voltak, sétáltak a Feneketlen tónál, és kiértek a Villányi útra már, tehát nem a tónál volt. Hárman körbevették, a barátnő táskáját elvitték. Hogyan próbálnak változtatni pozitív irányban Újbuda közbiztonságán? Az elmúlt években melyek voltak azok a módszerek a rendőrség részéről, amelyek sikeresnek mondhatóak? Igyekeztünk minél nagyobb mennyiségben és létszámban kollégákat közterületre vezényelni annak érdekében, hogy látható legyen a rendőri jelenlét. Emellett rendszeresen kérünk segítséget a készenléti rendőrségtől, akik megerősített szolgálattal igyekeznek a területünkön szolgáltatót ellátni annak érdekében, hogy azzal is biztosítsák az úgynevezett rendőrhálót, tehát hogy minél több területre megfelelőképpen el tudjunk jutni. A kerületi rendőrkapitányság munkatársai részletekben menően tájékoztatták a 60-on túliakat a leggyakoribb trükkös lopásokról és csalásokról. Tájékoztató anyagokat osztottak szét, és alaposan bemutattak és körbeadtak egy valódi rendőri elvényt is, hogy az időseket gyakran félrevezető, magukat rendőrnek kiadó bűnözők a jövőben ne tudjanak sérelmükre bűncselekményeket elkövetni.